Szia, Olivier! Készen állsz a hegedű órára? Tanítványát hívja az interneten keresztül Németh Ildikó hegedű tanár. A digitális zeneoktatásra a járvány miatti intézménybezárás után gyorsan tudtak átállni a pedagógusok. Mindannyian másképp reagáltak a helyzetre, hiszen különböző felszereltséggel és technikai tudással rendelkeztek. Németh Ildikó szerint azonban mindenki jól vette az akadályt. A diákok is különböző módon fogadták, hogy nem léphetnek egy ideig a tantermekbe. Bár a személyes jelenlétet nem lehet pótolni, a videóhívás segítségével látják és hallják egymást a diákokkal, így közösen tudnak gyakorolni. Sokkal nehezebb, igen, tehát kétszer el kell mondani, nem hallja a gyerek a másik oldalon éppen, amikor ő hegedül, azt az instrukciót, amit itt a óra közben, a darabok közben segítünk, hogy az mindjárt megvalósuljon, meg kell ismételnünk, és akkor újra kell kezdenünk, újra mutatni ugyanazokat a pillanatokat, hogy a gyerek meg tudja csinálni. Tehát maradjon meg az a három negyed, hogy... A pedagógusok egy része otthonából tudja tanítani a gyermekeket, de az intézmény falai között is van lehetőség a digitális oktatásra. Azoknak, akiknek viszont nem voltak meg a technikai feltételeik, őket különböző módszerekkel próbálják segíteni. Videó és hangfelvételeket is készítenek a pedagógusok, ezek elemzésével is foglalkoznak. Tavaly májusban a zeneiskola nyílt napján kipróbálhatták a különböző hangszereket azok, akik szerettek volna jelentkezni az intézménybe. Ezt ebben a tanévben nem tudják megszervezni a koronavírus járvány miatt. A beiratkozásra is más lehetőséget kellett keresni, így a jelenlegi és a leendő diákok az internet segítségével jelezhetik tanulási szándékukat. Ezen az adatlapon, amit kiküldünk, jelentkezhetnek. Az újaknak pedig az általános iskolában az osztályfőnököknek, alsó tagozatos osztályfőnököknek küldtünk ki hasonlóan ilyen tájékoztató anyagot, amin a szülők megkereshetnek minket. Természetesen rajta van az e-mail cím is, meg a telefonszám is, adott esetben, ha szükséges, akkor személyesen is lehet érdeklődni. Viszont itt is, ahogy többi iskolában is úgy tudom, hogy így van, hogy azért a személyes találkozásra nagy valószínűség, és mindennyiünk reménye szerint mondjuk augusztus vége fele és szeptemberbe kerül egy sor. A zeneiskola igazgatója elmondta, a beiratkozás folyamatos, a további információkról bármikor érdeklődhetnek a szülők.